15 földrengést mértek vasárnap Máramaros megyében, egy részét a Máramaros-szigetiek is érezték. A legerősebb földrengés nagysága a Richter skálán 3,8 fokos volt. Anyagi károkat és áldozatokat nem okozott. Az első földrengés a román-ukrán határ mentén keletkezett 14 óra 30 perckor. Ezt a Máramaros-szigetiek is érezték. Egy másik éjfél után 14 perccel volt, jelentette az Országos Földtani Kutatóintézet. Az ukrán határ mentén erős földrengéses zóna van. 5 a Richter skálán 3 fokos vagy 3 fokosnál nagyobb földrengés volt. Felszíni felületű földrengésekről van szó. Ezek az aktív szeizmikus területeken keletkeznek, de nem nagyon gyakran. Felületi földrengésekről lévén szó, érezhetőek, viszont károkat nem okoznak, mondta Radulján Mircsa, az Országos Földtani Kutatóintézet tudományos igazgatója. Nagyobb erőségű földrengés esetén figyelembe kell venni néhány szabályt. Természeti katasztrófa esetére, mint a földrengés is, minden család fel kell legyen készülve. Előkészületbe kell legyen egy hátizsák, melyben minimum 4 liter víz kell legyen. Könnyű és romolhatatlan élelmiszerek, mint például a kek. Elsősegélynyújtási csomag, pokróc, egy elemes rádiókészülék, hogy a hatóságok üzeneteit hallani tudjuk. Egy zseblámpa, tartalék akkumulátorok, sőt azon esetekre, hogy hallatni tudjuk magunkat, egy sípra is. Szükségünk van személyes, higiéniai termékekre, szappanra, fogpaszta, fogkefe, telefonszámos nótesz. Ezek lennének azok az intézkedések, melyeket földrengés esetén készenlétben kell tartsunk, mondta Bobuc Kornél, a sürgősségi esetek máramarosi felügyelőségének szóvivője. A sürgősségi esetek máramarosi felügyelősége az év elején földrengés esetére, földrengéskor nem reszketek felkészítő kampányt indított, melynek célja tájékoztatni a lakosságot arról, hogyan viselkedjenek földrengés előtt és utána.